Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai 25 percünkben a tánc mindenek felettiségéről esik szó, vendégem pedig Tombor Tíme, a táncművész, táncpedagógus. Szervusz! Nagyon fontos vagy nekünk, fontos vagy azért székesfehérváriaknak, mert ilyen értelemben te képviseled a táncpedagógiában azt az állandóságot, hiszen azért vannak most már fiatal pedagógusok is, akikre büszkék lehetünk, és büszkék is vagyunk. Néhány szóval említettem, hogy a pályafutásod elejét azért végigkísértük mi magunk is a színházban, de ennél sokkal fontosabb, hogy egy ifjú hölgy miként választ magának stílust, és hogy kerül közel a táncpedagógiához, hogy jut eszébe a főiskola. Én azt hiszem, hogy Székesfehérváron, mint mindenki más, mindenki néptánccal kezdte. Így van, én is néptánccal kezdtem, ugye az Alba Régia Néptánc Együttesben. Abonyiné Fekete Katinál kezdtem még 5 évesen, és hát ott is fejeztem be a nagy Alba Régia Tánc Együttesnél, a Botos József vezetése alatt, de közben én már elkezdtem más irányba is kacsingatni, mert mellette versenyszerűen táncoltam Punger Jánosnénál, illetve hát különböző táncstílusokat is megismertem, mert a táncnak mindenféle válfaját szerettem volna így megismerni, és egyszer csak jött a színház, így a néptáncos időszak alatt bekerültem a Vörösmarty Színházba, ott töltöttünk 13 évet, és akkor jött az ötlet, hogy hát ha kiöregszünk, mi lesz, és jött egy döntés, hogy akkor el kéne menni a főiskolára, bár volt másik, vagy van másik szakmám is, nem is egy, de végül is ugye a tánc mellett kötöttem ki a tanítás mellett. A táncművészeti főiskola, ez nagyon-nagyon fontos. Így van. De amikor valaki elkezd néptáncolni, akkor nyilvánvaló, hogy táncol másutt is. A tánc az örök, egy olyan nyelv, ami megtanulható, hála Istennek, viszont aki kellően tehetséges, és teszem hozzá, hogy szorgalmas, az nagyon sokra viheti. Miért döntöttél, ugye említetted a modern táncokat, a stílusok mellett, hiszen számtalan stílus megtanulható, viszont mindenki mást választ. Igen, hát a néptánc a 25 éves múlt már nem nyújtott újat nekem igazából, és akkor elkezdtem kacsingatni a modern tánc irányba, hát a színházi világból kiindulva, és igazából az akkori barátaim, ismerőseim és az akkori párom ösztönzésére indultam el a táncművészeti főiskolára, modern szakra, pedig akkor még igazából semmi közöm nem volt a modern tánchoz, és annyira megszerettem, hogy végül ezt tanítom. Ugye azt tudjuk, hogy a tánc, mármint a modern tánc, hiába bizonyos értelemben alapja lehet a néptánc is, de azért alapból a klasszikus balettből indul. Így van, hát klasszikus balett az alapja, mint egyébként mondják minden táncstílusnak. Balettoztam is anno, még piciként, de hát őszintén bevallom, nem a kedvenceim közé tartozik, de hát a modern táncnak mivel az alapja, úgyhogy ebből is igazából profi szinten meg kellett tanulni ezt a fajta műfajt, hogy tovább tudjam adni. Azt nem mondom, hogy profi szinten művelem is, de továbbadni azért az megint más. Miként választottál a táncokon belül stílust? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy láttalak swinget táncolni, rock. Igen. Szenzációs egyébként, de miért pont swing mondjuk? Miért pont különleges ritmus, mondom. Igen. Én. Hát ez a társas táncból is adódott, ugye, mert ott a jive volt, ami a nagy kedvencem volt, és Bokor Attila, akivel együtt táncoltam annól, és a Jazz Dance Tánc csoportnak ugye a vezetője, ő vele kezdtünk el így ebbe az irányba elmenni, és így elkezdtünk magunk köré olyan, vagyis hát az Attila így elkezdett magunk köré építeni egy pár embert, és akkor így elkezdtük a swinget megtanulni tulajdonképpen, akár ilyen tánckurzusok által, videóról, ahogy éppen ez jött. Egy legendás csapat, és ma is működik, ugye? Igen, és jövőre leszünk 10 évesek. Így van, tehát azok már cseperedtek szépen. Igen, igen. Meg annyi sikerrel. Amikor elkezdtél tanítani, akkor tudtad-e, hogy mit szeretnél tanítani, és kiket szeretnél? Ezt kérdezem azért, mert hogy ugye nem titok, az imént, mikor megérkeztél, egy bőröndöt húztál magad mögött, hiszen egyik iskolából a másikba megy. Tehát tanítasz ugye a Górzium Művészeti Gimnázium, most már gimnáziumban is. Gimnázium és szakgimnázium, aztán igen. Az Alba Jazz Tánc műhelyben. És az Alba Fit Egyesületnél és mindenütt más korosztályt.
Kezdjük azzal, hogy miként látod te, hiszen a saját tapasztalatodnál nem lehet semmi sem fontosabb. Melyik a fontosabb, a tehetség, vagy a szorgalom, vagy a kettő ugye együtt jár? Mind a kettő, szerintem mind a kettő. Hogy milyen korosztályt szeretek tanítani, igazából minden korosztályt szeretek tanítani, végül is azért is ennyiféle irányba elmentem. A választás az nem is tudom, hogy jött, hogy melyik korosztályt tanítsam, így hozta egyik a másikat. Kezdjük a kicsiknél. Mire kell megtanítani, mire lehet megtanítani egy töpörtyűt? A lányok kecsesek, ezt nagyon is jól tudjuk, a fiúk egy kicsit esetlenek, hogy aztán utolérjék valamikor egyszer csak a lányokat. Hát a piciknél balett előkészítő gimnasztika, amit tanítok, még játékos formában tulajdonképpen, kicsit meseszerűen, mert hát a picik még ugye nem úgy nem annyira fogékonyak abba az irányba, hogy profi szinten megtanulják azokat az alappozíciókat, tehát még játékosan, meseszerűen tanítom meg nekik ezeket a lépéseket, míg a nagyoknál ugye már szakszavakkal kiegészítve, megmutatva próbálom. Mi jelenti a kicsiknél a sikert? Tehát ha elsajátítanak egy-egy mozdulatot, lehet, hogy még kicsit esetlenek, de azért az már működik, aztán nyilván a felépítménnyel, a korral együtt nagyobbak az elvárások is. Így van. Hát a kicsiknél még, a nagyon piciknél, mert ugye óvisokkal is foglalkozom, az első szempont, hogy ne essen szét az óra. Tehát, hogy az alatt, a 45 perc alatt együtt próbáljam tartani a csapatot, így az évkezdésnél. Évvége felé pedig már az, hogy ha már látok egy szép lábfejet, egy szép spiccet, vagy egy szép tartást, ha már egyenesen tud ülni, akkor ez nekem már nagy öröm. Vonzó mostanság a tánc? Igen, bár nem a modern tánc. Tehát a hip-hop, a divattáncok, ezek jobban. Vagy a hip-hopnak többféle válfaja. Úgyhogy ez inkább ami... És milyen tanár, milyen táncpedagógus, tudjuk, hogy remek táncos voltál, de milyen táncpedagógus tombor téma? Szigorú vagy megengedő? Tényleg milyen voltál te? Szigorú. Szigorú? Szigorú tanár vagyok, azt mondják a gyerekek, bár szerintem nem. Azért engedékeny is vagyok, tehát ha arról van szó, akkor... Ez korosztályonként függő, hiszen van, a töpörtyük nyilván, a kicsik még nem indulnak versenyen, vagy legalábbis nem olyan szintű versenyen, ahol az eredmény az elsődleges, leginkább az a későbbi időszakokra jellemző. Amikor valaki már versenytánc szerűen, tehát nagyon sokat gyakorol, és nyilván elvárja az eredményt is, akkor azért kell a szigorúság, az nyilvánvaló. Egyébként eltökéltek a mai gyerekek? Hiszen azért rengeteg sok rosszat hallunk róluk. Én a személyes tapasztalatom az, aki úgymond külön órákra jár, és hivatásszerűen foglalkozik, majdnem csak hivatásszerűen sporttal, tánccal, teljesen mindegy, az nagyon is szereti, amit csinál. Tehát nem kötelező. Így van. Hát akik úgymond amatőr gyerekekként érkeznek, én igazából őket szeretem a legjobban tanítani, hiszen ezért jönnek hozzám, mert engem választottak, ezt a műfajt választották. Más az, amikor egy művészeti iskolában tanítok, hát ugye ott meg nagyobbak az elvárások. A piciknél ott még nem annyira szigorúan, tehát, hogy mondjam, kedvesen próbálok szigorú lenni. Főleg azokkal, akikkel már néha versenyre is megyünk, mint most voltunk egy pár versenyen, viszont a nagyoknál azért néha igenis rájuk kell koppintani, hogy szedjük össze magunkat, dolgozni kell. Tehetségesek? Változó. Változó? Változó, igen. Van, aki nagyon tehetséges, de nem alázatos. Van, aki alázatos, szorgalmas, viszont nincsen mögötte akkora technika, vagy éppen nem olyan a felépítése, az alkata. Tehát így teljesen változóak a gyerekek. Próbálom megtalálni minden táncosra, illetve minden csoportnak, hogy mi az, ami jó, hogy tudom őket olyan útra vinni, hogy ezt majd később tudják hasznosítani az életben, még ha nem is nálam táncolnak, hanem bármilyen sportot választanak. Beszéljünk az amatőrökről. A pedagógiai alapelved az nyilván ugyanolyan mindenütt. De mennyiben másként kell tanítani egy amatőr csoportot, és mennyiben más a gorzium? Gorziumról már külön, hát nyilvánvaló, hogy művészeti iskoláról van szó,
hivatást választottak a gyerekek idejekorán, jól tették, teszem hozzá, és nem szabad idejükben csinálják, hanem egyszerűen ezt az utat választott, tessék végig menni rajta. Kezdjük az amatőrökkel. Ők elkötelezettek nyilvánvaló. Igen. Őket hogy lehet motiválni? Hát próbálom a zenével, tehát inkább mai modern zenét használok, mert ugye a modern táncnak megvan ez a dob zene, amit szoktunk használni, de hát ugye a fiatalok berakok egy ilyen tényleg semmi aláfestés, csak a dob zenét hallják, hát egy idő után ugye kaparnák a falat, tehát próbálom a mai zenéket használni, ez az egyik. Másik az, hogy mindig kitűzök valami célt. Olyan értelemben, hogy na majd, ha most jól megcsináljátok ezt a feladatot, akkor tanulunk egy újat, vagy akkor táncolunk, mert ugye nem szeretnek technikázni a gyerekek, tehát hogy a technikai alapokat nem mindig szeretik, hanem inkább táncoljunk. És akkor így próbálom őket motiválni ezzel, hogy ha szépen megcsináljuk a gyakorlatokat, akkor tanulunk egy új táncsorozatot. A Fit Kid ez más teljesen. Hát a Fit Kid ez teljesen más, miért én versenyzőkkel foglalkozom. Ott koreográfiákat készítek elsősorban. Hát ott igen keményen kell. A koreográfiákról beszélünk, de akkor jussunk el a Gorzium művészeti gimnáziumig. Volt szerencsém járni ott, és én azt tapasztaltam, hogy nagyon elkötelezettek a fiatalok. Nem is csoda, hiszen ahogy már az imént említettük, ők hivatást választottak ezzel. Elemi érdekük, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ez bejöjjön. Így van. Hát ők ezt szeretnék későbbiekben tovább vinni, akár egy főiskola, akár majd később egy saját táncstúdió, vagy egy saját táncegyüttes. Ugye tervek vannak, vagy esetleg a testnevelési főiskola. Tehát ott azért keményebben, szigorúbban kell, illetve hát azért ott sokkal nagyobb a tananyag is. Többfajta táncstílus tanulnak. Tehát a modern technikákon belül, meg a klasszikus balett technikán belül sokfélét tanulnak, és nagyobb óraszámban természetesen. Hogy lehet osztályozni őket? Mert itt már azért a felkészültség, a tehetség, a technika egy csomó összetevője van ugyanúgy, mint bármely másik órán, csak az egyszerűbben számon kérhető. Igen, én mindig azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy önmagadhoz képest legyél jobb. Tehát önmagadhoz képest járd a lépcsőfokokat. Nem baj, ha először nem sikerül, hiszen meg kell tanulni a testnek azt a mozdulatot, be kell, hogy rögzüljön, ez pedig nagyon sok gyakorlással jár. Tehát, hogy igenis a lépcsőfokokat szépen építse föl magának, és mindig egy picivel akarjon jobb lenni, és el fog jönni az az út, amikor olyan szintre jut, hogy azt mondhatja, hogy húha, ez már olyan igazi tánc volt. A sikerek megerősítik a pedagógust is? Természetesen igen. Igen. Hát akkor a legboldogabb az ember, ha a gyerekei a dobogó felső fokán, vagy akár a dobogón állhatnak. Ebből gyakorta van részed. Úgy, szerencsére igen. Jár a taps. Köszönöm. Miként épül fel egy koreográfia? Kell-e figyelni a korra, mármint a kor zenéjére, a jellegzetes zenéjére, vagy lehet egy kicsit távoli időből is választani egyszer, meg mennyire kell figyelni a gyermekek korára? Hát elsősorban a gyereket vesszük alapul, meg hát ugye attól függ, hogy milyen koreográfia. Fitkides koreográfia, modernes koreográfia, vagy az amatőr gyerekeimnél csinálok egy koreográfiát. Tehát elsősorban a gyereket, vagy a csoportot vesszük alapul, ugye a korosztályt, hogy én figyelembe szoktam venni azt is, hogy milyen zenét szeretnek. De nem mindig olyan a választásuk ugye a gyerekeknek, akkor próbálom olyan irányba terelni, hogy na, válasszunk valami olyan zenét, amit mind a kettőnknek úgy a kedves lesz tulajdonképpen, illetve hát, hogy milyen szerepet akarok megformáltatni velük. Hogy ez egy meseszerű, ennek története van, vagy pedig egy olyan modern tánc, aminek nincs története, csak érzelmi világa van, vagy például egy karakterbe kell belebújni. Tehát nagyon sok összetevője van ennek az egésznek. Tehát, hogy illeszkedjék a csoport személyiségekhez. Személyiséghez elsősorban, igen. Ez nagyon jó. Mennyire jelent megerősítést a siker? Ha egy olyan koreográfiát látsz, ezzel együtt azt is kérdezem, hogy hol tart ma a magyar tánckultúra a modern táncokban, illetve az általad tanított táncokban. Mondjuk mérjük Európához, de először beszéljünk a koreográfiáról. Ha valami sikerül, akkor az a személyes sikered is nyilván. Tehát az egy kicsit olyan, mint az edző és a csapat játékosainak sikere. Igen, igen.
Természetesen nagyon-nagyon örülök, hogyha a gyerekek jó helyen végeznek. Igen, kell hozzá a koreográfus, a koreográfia, a gyerekek, technikai tudása. Tehát nagyon sok minden összeadódik abban, hogy ez a koreográfia egy első helyet, vagy egy akár hányadik helyet elérjen. Én azt szoktam egyébként mondani a gyerekeknek, hogy engem az sem zavar, ha utolsó vagy. Ugyanis fölmertél menni a színpadra, megmerted mutatni magad, kimertél állni egy közönség elé. Ez a mai világban nagy szó szerintem, hogy a gyerekek megmerjék mutatni magukat. Én úgy gondolom, hogy ez fontos. Pedagógusként is sikeres vagy, de ez egy egész napos munka. Tehát ahogy mondtam, a bőrönd, amit húztál magad után, ez azt jelzi, hogy folyton úton vagy. Igen, hát reggel 8-tól este 8:30-ig nagyjából tanítok, és azért is így mindenféle táncstílust választottam, mert azért mindig ugyanazt csinálni az egy idő után nem is az, hogy unalmas lesz, hanem belefásul az ember. Viszont így felüdülés, hogy egy az, hogy ugye a korosztályok is mások, meg a táncstílusok is mások. És akkor így felüdülés a napnak egyik pontjából a másikba átmenni, hogy másfajta módon, másfajta tematikával kell tanítani, és azért ez ösztönző. Beszéljünk a csillogó masnikról. Ez a legutóbbi siker, ez fantasztikus siker, az ágrábi nemzetközi bajnokságon Európa bajnoki címet nyert ez a korcsoport. Igen. Ez egy fantasztikus, az Alba Jazz műhelynek neked pedagógusként, koreográfusként nem különben. És azt kérdeztem itt a műsor előtt, hiszen olvastam egy felhívást, hogy lehetőségeinkhez mértem, mármint székesfehérváriak, próbáljuk segíteni a csoportot, hogy az Örökvárosban is megmérettessenek, tehát Rómában lesz a világbajnokság, és most megdöbbenve értesültem róla, hogy sajnos nem tudtok Rómában ott lenni. Igen. A magyar színeket képviselve. Sajnos nem tudunk elmenni, de kiegészítem a mondatodat, mert a Gorzió Művészeti Iskolával is eljutottunk, ők is első helyezést értek el Zágrábban, tehát velük is tovább jutottunk, illetve a fitnesses gyerekeink, fitgires gyerekeinkből is két kislány három koreográfiával tovább jutott. Tulajdonképpen mindenhol, ahol tanítok, mindenhonnan tovább jutottak a gyerekek. És igen, azért volt ez a felhívás, hogy a amatőr tánccsoport eljuthasson Rómába, ahhoz nagyon sok pénz kell. És ezért volt ez a felhívás, de sajnos úgy kellett döntenünk, hogy nem csak anyagiak miatt, hanem a verseny szervezése, illetve hát ugye a kinti helyzet miatt úgy kellett döntenünk, hogy nem megyünk most el, de majd elmegyünk jövőre, vagy később, tehát nem adtuk fel, szeretnénk eljutni még. Beszéljünk ezekről a csoportokról, hiszen ez szenzációs siker. Tehát valamiben a legjobbnak lenni Európában az igen. Tehetjük hozzá, főleg úgy, hogy azért a tánckultúrában számtalan nemzetet tudunk felsorolni, akár a latin népeket, akár itt a szomszédságunkban azokat, ahol azért tudjuk, hogy minden a tánc körül forog. És lám-lám mégis. Igen. Hát nem is tudok erre most így hirtelen mit mondani. Nálam igen, minden a tánc körül forog, így van. Jó, téma, akkor beszéljünk a terveidről. Tehát nem, azt már megbeszéltük, hogy jövőre, ha nyertek, már pedig nincs kétségem felőle, hogy így lesz, akkor el fogtok tudni menni. De tényleg milyen terveid vannak? Sok tervem van. Most megbeszéltük, pont tegnap volt egy szülő értekezlet a Csillogó Masni csoporttal, hogy az idén egy picit több versenyre megpróbálunk eljutni itt Magyarországon. Egy az, hogy a több versenyhelyszínt is megismerjük, ugye a versenyzőket is, mert azért nagyon sokan vannak Magyarországon, tehát egy Európában is rengeteg versenyző van, és sokan kijutottak egyébként Magyarországról erre a római versenyre. Nem tudom, hogy végül náluk mi lett a döntés, én is kíváncsian várom. Tehát, hogy a tervek az, hogy minél több versenyre elmenjünk, ez az egyik, meg hát én közben más irányban is dolgozom, mert sminkesként, maszkosként, sminkmesterként, tehát én egy másik irányban is tevékenykedek, tehát ezt is szeretném fejleszteni mindenképpen. Mit szokás kívánni egy táncpedagógusnak?
Sok sikert. Akkor sok sikert kívánok, és köszönjük szépen. Én is nagyon hogy szépen köszönöm. Viszitek a fiatalokkal együtt Székesfehérvár jó hírét, illetve a három különböző tánccal foglalkozó csapat jó hírét. Azt hiszem, hogy megéri téged alkalmazni, hiszen ahol Tombor Tímea jár, arra terem a siker. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Tombor Tímea táncpedagógus volt, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!